Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, jó magam, Bernárius Robert, azaz Charlie vagyok, és itt van velem még Fifika. Sziasztok, Ficsor Zoltán, azaz Fifika vagyok a fórumról, és a Villanypára Egyesület elnöke. És itt van még Krisztián is. Sziasztok, Fifko Krisztián vagyok, a fórumon Mujó néven vagyok, és az Európai Polgári Kezdeményezés az FPI útjának indítója is vagyok még. És ha már így összejöttünk, akkor picit beszéljünk arról, hogy mi a célunk ezzel a podcasttel, amit most elkezdtünk. Kipattant Fifika is az én fejemből, hogy mi lenne, hogy egy picit offline-abb vizekre elveznénk, és elbeszélgetnénk heti, két heti, havi rendszerességgel épp, ahogy a téma adja a aktuális helyzetről, illetve érdekességeket megemlítenénk, vagy olyan dolgokat, amik titeket is érdekelnek, és úgy gondoltuk, hogy ez elég jó felület lehet ahhoz, hogy megtaláljunk benneteket így akár mondjuk munkába menet is telefonról, vagy az autóban tudtok minket hallgatni, és információt szerezni a legújabb fejleményekről. Gyakorlatilag még a vízcsapból is mi folyunk. És akkor szerintem nézzük az első témánkat. Jó, kezded? Igen. Azt mondja, a bemutatkozáson túl vagyunk. Elmondtuk ennek a podcastnek a célját is. Nagyon jó. Akkor, igen. Ugyan ezt negyediknek vettük be a témába, de miután a következő az hosszú és mély tartalommal bír, ezért egy picit beszélgessünk az e-cigaretta etiketről. Nagyon sokan fejtették ki a véleményeket ezzel kapcsolatban különböző közösségi helyeken. Én mondjuk a magam részéről azt gondolom, hogy az e-cigarettás az szinte ugyanazt az etikettet kéne, hogy kövesse, mint egy dohányzó. Mert nem gondolom azt, hogyha valaki most találkozik velem először, azért szét kéne ködölnem az arcát. Nem tudom neked, Charlie, mi a véleményed róla? Az a fura egyébként, hogy ez is ugyanúgy változott az elejétől, mint ahogy ez az egész e-cigis történet, hogy akkor mindenki nagyon megörült ennek, hogy nem dohányzik az ember, és pláne mikor elindult ez a szórakozó helyen tiltás is, ha emlékeztek, még nem is olyan rég, talán egy vagy két éve volt ez, hogy betiltották mindenféle vendéglátóipari helyeken a dohányzást, és akkor úgy volt vele még az is, aki üzemeltető volt gyakorlatilag, hogy mert ez azt se tudjuk micsoda, de nem cigaretta, úgyhogy nyugodtan szívjátok. És ahogy én észreveszem, most már eljutottunk, igen, sajnos vagy nem sajnos oda, hogy nagyon, nagyon egyenrangú felek vagyunk a cigarettásokkal, de javítsatok ki, hogyha máshogy látjátok. Még nem vettem észre, hogy az ennyire drasztikusan megváltozott volna, lehet, hogy többet kéne eljárnom otthonról. Nekem pozitívak a benyomásaim. Általában, ahogy te is mondtad, nekem is megváltozott, tehát az elején ész nélkül gőzöltem, mert annyira jó volt az egész történet és a felszabadultsága a dolognak. Aztán egy idő után kialakult egy kultúrált hozzáállás, és megkérdezem, mielőtt használhatnám, de eddig nagyjából bármilyen helyre jutottam el, mindenhol engedték. Ugye az a szép ebben a történetben, hogy mi itt, akik beszélgetünk, mindannyian dohányosként tértünk meg annak idején. Szerintem nincs is olyan, aki kihagyta volna a dohányos mi voltát, és egyből elcigarettázni kezdett volna. Bár ugye nagyon sok emberben ez a rémkép él. De dohányosként, és azt is mondhatnám, hogy dohányos üldözöttként azért az emberben kialakulnak ilyen reflexek. És szóval én is azt szoktam csinálni, hogy bárhol vagyok, főleg egészségügyi intézményekbe járok, azért az a legkevesebb, hogyha előveszem a készségem, és miután megcsodálták a falikus elektromos cigarettámat, akkor engedélyt kérek arra, hogy egy-két gőzpamacsot elhessen csak a légtérbe,
És hogyha ez valakit zavar, akkor nyilvánvalóan kibírja az ember a következő alkalomig, amíg kijut a szabadba. Bár én nagyon nem szoktam, kint szabadban már azért kicsit jobban elengedi magát az ember, de velem még például nem fordult elő, hogy egészségügyi intézmény szabad területén megszóltak volna azért, mert egy cigarettát használok. Hát ott nem, de például engem, vagy nekem már a munkahelyen említették, és gyakorlatilag valami rendelet is van rá munkahelyi szinten, hogy zárt térben nem lehet használni. Ugyanakkor pont ma szólított le egy vadidegen kolléganő, hogy mi ez a finom illat, mert most már látja, hogy miből jön, és meglepődött, hogy valakinek ez nem tetszik, mert szerinte jó volt. Hát alátámasztani tudtam csak neki, de hát persze, vannak ilyen meg olyan munkáltatók, hát ezt sajnos vagy nem sajnos szerintem el kell fogadnunk, hogy mi vagyunk mindenképp a kisebbség, és... Az az érdekes, hogy most, hogy így beszélünk róla, nekem írt egy sorstársunk, aki remélem nem bánja, hogy most példálozok egy picit az esetével, mert szerintem senki nem tudja, hogy ez így történt vele, akinek a munkahelyén a munkáltató, annak ellenére, hogy elektromos cigarettát szív, bekérette az eszközt, meg kellett neki mutatnia, és még elvonó, dohány elvonó, nem is tudom, minek nevezzem ezt, kúrára akarták küldeni. Köszönöm. Tehát, és tőlem kért egyébként tanácsot, és én írtam neki, hogy sajnos ma Magyarországon a munkáltatók gyakorlatilag megkövetelhetik azt, hogy a munkaidő alatt az ember mit tehet meg és mit nem. Egyetlen egy kiutat láttam ebből a történetből, hogyha személyesen leülnek és megbeszélik ezt a dolgot, és ha jól emlékszem, a vége az lett a történetnek, hogy ugyan nem engedték meg neki, hogy munkaidő alatt egy cigarettát használjon, de nem küldték el erre a leszoktató tanfolyamra, vagy nem tudom durva. Mire. De, pont ezt akartam kérdezni. Bocsánat, hogy közbeszóltam, pont ezt akartam kérdezni, hogy lehet, hogy naív vagyok, de nekem ilyen jogi aggályok is fölmerülnek a fejembe, hogy azért egy munkáltató nehogy már. Tehát mégis milyen alapon. De aztán közben most, hogy mondtad, beugrott, hogy az új munkatörvénykönyvben jóformán az nincs benne, hogy túl szoknyában igen, látszol, igen, akár, hogyha úgy tetszik nekik. Úgyhogy, az érdekes a számomra, hogy ugye ezelőtt 10 évvel még az úgynevezett multik voltak a rossz fiúk, mint munkáltatók. Mára már egy picit szerintem árnyalódott a helyzet, és nagyon úgy tűnik, hogy pont a multik azok, akik mondjuk az adható történeteket is adják a dolgozóknak, és mondjuk a kisvállalkozók, akik meg a kizsákmányolásra vannak kényszerítve, ők pedig nem. Tehát tényleg csak azt, amit a törvény betűje megkövetel. És ilyen szempontból szerintem a törvénykönyv rettentően rossz példával szolgáltat amúgy. Viszont érdekes szerintem, hogy pont a kizsigerelő kisvállalkozóknak, vagy ezzel a szófordulattal, a kizsigerelő kisvállalkozóknak kellene örülnie emiatt, mert legalább nem kell föl az ember, és nem megy ki dohányozni. Egyébként ez nálam konkrét példa volt, hogy én amikor átszoktam az elektromos cigarettára, akkor gyakorlatilag én 12 órát egy helyben ülök, mert olyan munkát végzek, és gyakorlatilag föl sem álltam, csak kimentem enni és elintézni a szükségleteimet, és mégis az a rossz beidegződés az emberekben megvan, hogy ami az ember szájából kijön, és ilyen színű, az füst. És ha füst, akkor egészségre ártalmas, és gyakorlatilag odáig jutott el a dolog, hogy
hogy azt mondták, hogy ez mérgező. Gyakorlatilag azok az emberek, akik döntést hoznak ilyen szempontból, ők, én azt mondom, hogy nincsenek 100%-ig tisztában azzal, hogy mi ez, és akkor inkább tiltunk, mert az a biztos, holott mondtam, hogy hát akkor semmi gond, akkor azt is meg tudjuk csinálni, hogy én az óránként 10 perc kötelező szünetemet nem munkával fogom tölteni, ahogy mondjuk az utolsó 2-3 hónapban, hanem fölállok, elhagyom a helyemet, és kimegyek a levegőre ugyanúgy, mint bárki más. Persze ez is egészségesebb valamilyen szempontból, hiszen nem ülök 12 órán keresztül sarkítva a történetet, de szóval az, hogy a munkáltató inkább azt mondja, hogy nem, mert nem tudom, hogy mi ez, és igazából senki nem meri kimondani szerintem azt, hogy egészségesebb. Inkább azt mondják, hogy nem, mert attól függetlenül, hogy egészségesebbnek gondolod, ugyanúgy valamiért káros. Nem tudom, hogy erről mi a véleményetek. Ugye az egészségesebb az ebben az szó összetételben rossz történet, tehát nem annyira káros, mint a dohányzás, mert egészséges dohányzás sem létezik, de pont a Train Forum társunknak van egy cikk, ez itt a reklám helyett, tarararán, a mostani Vaper magazinban, a harmadik számban, és ugye ő is úgy járt, hogy ordas módon elbújt a WC-be, de hát el kell olvasni a Vaper magazint, és akkor megtudjátok a folytatást. Igen, lőjük le. Akkor csináljuk azt, hogy azt a linket majd betesszük a podcasthez show notes-ba, és akkor meg tudják kattintani az emberek. De ha jól sejtem, ő volt az, akire kihívtak a biztonsági őrt. Így van, így van. Ráriasztott a füstérzékelő. És végigvitte a történetet, és hál' Istennek az ő története gyakorlatilag happy end-el ért véget. És visszacsatolva még ezekhez a történetekhez, hogy mennyire nem értik, vagy nem látják át azok, akik nem dohányoznak, vagy soha nem láttak egy cigarettát, a történetet. Ugye mindenki azzal találkozik, megkérdezik, ez mi? Mondom, egy cigaretta, ez be van tiltva. Tehát annyira vagy azt mondják, ez olyan, mint a vízipipa. Nem. Ja, vagy szarabb, mint a cigaretta. Tehát igen. Ez a másik történet. Ez nem fogyálló? Nincsenek ez nem fogyálló? Annyira nincsenek tisztában az emberek ezzel a dologgal, hogy az valami elképesztő. Na és visszatérve ugye a témaindítóhoz, az Etiket című történethez, hogy pontosan ezért kéne nekünk valamilyen szinten jó példát mutatni, és az egyik fórumozónk írta, nem is fórumozunk, a Villanypára Egyesület Facebook oldalán jelent meg most egy aránylag friss poszt, és az aláírt, hogy szó szerint idézem, Bárány Balázsnak hívják az illetőt. Nem akarok igazságtalan lenni, mert néha én is beleszívok egyet-egyet az irodába, de ott a kollégáim ülnek, akiknek el tudom magyarázni, de ez egy plázában vagy egyéb nyilvános zárt helyeken mégiscsak más. Van olyan kollégám, aki ahelyett, hogy megérteni és tiszteletben tartaná, hogy kérik, ne csinálja az irodában, inkább mindenféle cikket keres a HR osztálynak, hogy ez mennyire ártalmatlan. Különben meg nem mennék ki a dohányzó helyre gőzölni, akkor gyakorlatilag minden szertartása elveszne. Tehát ez egy aránylag rossz történet. Szintén ő írja, hogy igen, én már jeleztem a fórumban is, hogy nem értek egyet az ártérben lévő e-cigivel sem. Oké, veszélytelen és oké, jó illata van, de sokan ezt nem tudják. Nem azzal van a gond, hogy szívjuk, hanem azzal, hogy tekintettel kell lennünk másokra is. Hát én ezzel csak egyet tudok persze, érteni. De akkor tudod, ilyenkor jön mindig ez a fórumos mondással élve ez a vankerség, hogy hát azért vannak olyan emberek, akik mindig szeretik megmutatni, hogy
hogy már igen, pedig ez nem cigi, és tudod, ez a nem is tudom, hol olvastam. Ez a izomból gőz. Igen, meg ez a jön a biztonsági őr, és előtte fújok egyet, hogy már pedig ez nem az. Persze, ilyennel sokat lehet rontani a renomén. Ez egy nagyon érzékeny egyensúly egyébként szerintem, mert valahol az is benne van, hogyha elbújdosunk vele, és csak egy sötét sarokba használjuk, akkor alapvetően nem is ismerkedtetjük meg vele az embereket. De nyilvánvalóan kizárólag polgárpukkasztásból, vagy azért, hogy beleköthess valakibe, vagy várt, hogy belét köthessen, és utána elmagyarázhass neki a kis ezért paragrafusokat lobogtatva az óra előtt, hogy már pedig értsd meg, hogy ez törvényileg nem, az egészen más tészta. Azt kell szerintem ez ügyben figyelembe venni, hogy azokat az embereket, akik ne agyisten elsőre nem értik, és bosszantja ez a történet, néhány papírlobogtatásával nem feltétlenül fogunk meggyőzni, és ha tüske marad benne, hogy parasztok az elcigisek, akkor az életben nem fogjuk neki bebizonyítani, hogy már pedig ez nem így van, és egy életre meg fog vetni minket, és bárki kerüljön szembe vele, és elcigis, akkor azonnal zsigerből elutasító lesz vele. Igen, tehát nem kéne magunkra húzni a közvéleményt ilyen módon, és akkor kitenni magunkat már eleve annak, hogy ugyanazt a kvázi fasiszta üldöztetést el tudjuk szenvedni, mint a dohányosok, meg az legyen a történet vége, hogy gőzölni tilos tábla legyen a dohányozni tilos mellett. Nyilván nem ez a célunk. Úgyhogy ezt szerintem mindenkinek fejben el kell tudnia. Ezen nincs mit beszélni. Nem kell eldöntenie, hanem... Ne légy bunkó. Így van. Így van. Alapvetően szerintem... Lesz majd helyetted más. Alapvetően szerintem ott a nagyon nagy probléma, vagy a nehézség, ami fárasztó tud lenni, hogyha belegondoltok, hogy ment annó az, hogy mi rászoktunk a cigarettára, hát az volt a világ legegyszerűbb története, mert anyutól vagy aputól reggel stikában kivettünk a szofis dobozból 2-300 cigit, aztán öklendeztünk meg, zöldült a fejünk az utca másik oldalán. Itt meg gyakorlatilag azt, hogy elmagyaráz mindenkinek, hogy ez már pedig, hát most már tényleg nem merem ezt mondani, hogy ez jó, hanem úgy gondolom, hogy ez egy lehetséges és egészségesebb alternatívája a dohányzásnak, aminek csak annyi köze van a dohányzáshoz, hogyha éppen úgy választod, és van rá lehetőséged, akkor nikotint is viszel a szervezetedbe, akkor tehát, hogy belebonyolodok a saját mondandómban. Tehát sokkal nehezebb az embereket meggyőzni, és itt tényleg az van, hogy mint a keresztes háborúban, hogy egyesével kell oda menni azokhoz, akikben látsz egy kis gyengeséget, vagy éppen dohányzik, és tudod, hogy neki jó lenne, mert neked is jó volt, de ez nem olyan, hogy na megkínálok egy szál cigivel, és aztán annak olyan addiktív hatásai vannak, hogy a következő 2-3 cigi után a negyediket már a saját pénzéből fogja venni, itt ez valamelyes nehezebb. Sőt, biztos, hogy nehezebb. És nem kettő példa volt, akik meglátták az enyémet, ugye hát én nem ezt a szabvány ego méretet szívom, egyből az jött, hogy mi ez a nagy otromba valami, ez vízipipa? Aztán elmagyarázod, hogy működik ez a... Aha. De hát akkor következő kérdés, 2, ezzel lehet füvet szívni? A másik kérdés pedig a alkoholt lehet vele párologtatni? Na tehát, szóval az emberek fejében kell rendet tenni, és ez a nehéz. Tehát nem mindenki alkalmas arra, hogy egyszer, ötször, tízszer, ötvenszer, százszor elmagyarázza embereknek, mert ez tényleg csak úgy megy. Tehát, és ezért nem is értem ezt a boszorkány üldözést, mert hogy ez kapudrog, meg a mit tudom is én micsoda, hogy ez nem úgy megy, hogy valaki úgy ismeretlenül eldönti, hogy most valami más kéne az életemben, mert már nagyon, nagyon nem pörgök én a nikotinos cigitől, és így azt mondja, hogy na most akkor így épp úton vagyok, bemegyek ebbe a boltba, azt se tudom, mit árulnak. Tehát én a magam példájából kiindulva hónapokig olvastam a fórumokat, meg bújtam a szakirodalmat, már amennyiben lehet ugye szakirodalomról beszélni jelen esetben, és utána egy tök felelős döntést meghoztam saját magam érdekében, nem azért, mert pózból, vagy nem azért, mert ez divat, hanem azért, mert én úgy gondoltam, hogy igen, ez egy alternatíva lehet, és sajnos
a más emberekben nem tapasztalom ezt a, nem is az, hogy érdeklődést, hanem volt olyan, akinek mondtam, hogy mi ez, azt mondja, hogy kérdezi, hogy és mi van benne. Mondom, hogy ez az amaz, és akkor jött válaszként vissza, hogy de hát ez nem fagyálló, az mérgező. Nem, ez nem az, hülye vagy. A következő pedig, de hát ebbe is van nikotin, nem? Hát van, de hát akkor semmivel nem jobb, mint a, vagy nem rosszabb, meg nem jobb, mint a cigi, ez ugyanaz. Akkor már inkább szívom a cigit. De már azt se tudja neki az ember megmagyarázni, hogy srác, nem a nikotin lesz az, ami téged megöl, hanem az az x, 10, 100 darab egyéb hozzáadott anyag, ami rákkeltő hatású, ami a szervezetedet tönkre teszi, mert nem a nikotin teszi tönkre az embert, hanem azok az adalékok, amiket pont neked, Fifika, egy előző videódban talán felsoroltad, és ötletszerűen párat meg is említettél. Ja, igen, és csak az albetűseket. Igen, csak az albetűs, mert ha végig sorolod az egészet, akkor még mindig tartana a videó. Tehát gyakorlatilag ez a nagyon nehéz ebbe az egészbe, és tényleg, hát azt nem mondom, hogy megértem, de nekem is volt egy időszak, mikor ugye mindenki elkezdte ezzel a hagyományos cigaretta formával, és nekem utána szerintem volt egy jó év, amikor nem. Mert miért? Mert találkoztál olyan újságokkal, hogy HVG, aminek azt mondod, hogy hát azért csak átolvassa valaki, vagy rektorálja azt, amit oda leírnak, és ott azt mondják, és emlékszem a cikkre a mai napig, hogy allergén, meg a légutakat ingerli, meg begyulladt tőle az ember torka, meg mit tudom is én még, hogy miket írtak, és akkor azt mondtam, hogy hát kell a francnak, szívom akkor a cigit. Amit mai fejjel már nekem nehéz így megérteni, hogy miért volt ez, de hát gondolom az egyetfejlődésen végig kell mindenkinek menni, és ti is tudjátok, hát elmondhatja mindenki a saját példáját, hogy honnan, de mindenki ugyanonnan indult szerintem. Hát igen, ugye én ilyen napi 30 szállal küzdködtem, aztán 2 évig párhuzamosan használtam az e-cigit, és a napi 30-ról lejöttem ilyen 15-20 szára, és amikor kijött a trafik törvény, nálam azt tette be a kaput, tehát valószínűleg kellett egyfajta lökés a tudatomnak. Már az a trafik törvény, ami most van, hogy csak igen, ott áruhatnak? Igen, hogy csak ott. És addig te szívtad az analógot is? Az analógot is, így van. Tehát én egy-cigi találkozom, kimentem hátra dohányozni. Tehát... Nézd már, milyen elnökünk van. most egy picit így megindult a vérrög a szívem felé, hogy úristen, mi van itt? Egy anarchista. És kellett a... Tehát fejbe dől el minden, szokták mondani. És ugye többször próbálkoztam én is az életem folyamán leszokni, és azt hiszem 3 hónap volt a leghosszabb idő, hát most már lassan 9 hónapja, hogy nem szívtam egy szál analógot se. És hát a negyedik nap az borzasztó volt, és azóta gyakorlatilag meg vagyok a kis likvidjeimmel. De visszatérve erre a dologra, hogy ez most mi, láttam egy külföldi YouTube videót, ott az egyik cseh így a képenbe dobta, hogy hát ez alternatív nikotin bevitel. Ennyi. Tehát nem hinném, hogy már aki egyébként, ugye, mert mindenki jön lefelé a nikotin adagjával, tehát egyre kevesebb, hogy 18-al indultam, én most ilyen 6-nál tartok, 9 hónap alatt. Tehát azért az nem egy olyan rossz történet, és hogyha így megy, akkor valószínűleg a 3-nál fogunk megállni, vagy még annál se. Mert ha nikotinmentes szívsz, akkor meg végképp nincs mié, hogy üldözzenek. De ez egy olyan társaság egyébként, ezt nehezen értik meg, hogy az e-cigarettások egy olyan társaság, aki mindenféle felszólítás nélkül bevezetett magának önkorlátozásokat. Ugye? 18 év alattival nem foglalkozunk. Majd erre a Krisztiánnak lesz egy rettentő jó példája, én már hallottam. 18 év alattival nem foglalkozunk. Gyerekeknek aztán végképp nem mutogatjuk
a kis készségeinket. Tehát a forgalmazók szintén nem szolgálnak ki 18 év alattiakat. Az egyébként, bocsánat, hogy közbeszólok, egy érdekes dolog volt, mert ugye ezzel így nehéz találkozni, hogy hány éves az ember is kiérdeklődik iránta, viszont ugye nekem van az a videócsatorna, ahol mindenféle készülékbemutató is van, és szoktam nézni azért az analitikát, hogy kik honnan látogatnak, és múltkor csináltam pont belőle egy képernyőmentést. A YouTube nem tesz különbséget ilyen szempontból, hogy milyen csatorna, és ott volt a 18 év alatti kategória is, és nem hogy 0% volt, hanem a hiba határon kimutathatatlan. Ide szép szó volt. Tehát nulla ember nézte Tehát, meg 18 év alatt. Úgy tudnád meggyőzni a törvényhozást, hogyha azt mondod, hogy 10 darab 14 évesnek kellett megnézni, hogy nulla legyen. Igen, tehát ez a 8-an voltak a buszon, leszálltak 7-en, és akkor a végén maradtak 2-en, vagy szóval, igen. Tehát innen is nagyon jól látszik, hogy, és itt nem kell semmi, tehát én nem szabtam meg azt, hogy ki nézheti meg, vagy ki nem nézheti meg. Egyszerűen azt a gyereket, mert hát mondjuk gyereknek azt a 18 év alatti valakit, azt a gyereket nem az fogja érdekelni, hogy megvesz mondjuk egy, csak a legalapabb kezdőkészletet, megveszi 5000 forintért. Hát miért venné meg? Megveszi a doboz cigit egy ezresért. Van ennek egy másik aspektusa is egyébként, hogy igazából szerintem a 18 éven alattiak nagy évben tojnak az egész elektromos cigaretta történetre. Ismerjük a működés mechanizmusát a kamaszoknak. Egészen addig tojnak rá, amíg nincsen betiltva. Onnantól kezdve már is baromi érdekes lesz. Úgyhogy ez, hogy elkezdik betiltogatni, és a csapból is a teljesen fals, buta propaganda ömlik kifele, ezzel szerintem inkább kívánatossá teszik a kiskorúak számára, mint ami magától valaha is lehetne. Igen, mert hát ugye annó emlékeztek, hogy ez volt a menőségi faktor, hogy a gimnáziumban vagy a szakközépben ki a dohányos és ki megy szünetben cigizni. Mert az olyan menő volt. Nem feltétlenül, én most így belegondoltam, hogy nálunk az osztályban meg az évfolyamban azért volt egy csomó gyerkőc, akinek esze ágában nem volt dohányozni, és pár éve volt osztály találkozunk, és nem dohányoznak a mai napig sem. És ők csinálták jól. De hogy meglepő, hogy voltak azért józan gondolkodású ifjak is akkoriban, amikor mi éppen szétdohányoztuk az agyunkat. Ugye a dohányzás az, ami úgy csökken, hogy közben nő. Igen. Tehát ez egy óriási ellentmondás, ugye, mert a világnak a fejlődő részén pedig borzasztóan terjed. Nyilvánvalóan a dohánygyárak ebben érdekeltek. Valahol azért azt gondolom, hogy nem szabad a dohánygyáraknak átadni az e-cigarettát, mint történetet, mert abból pontosan ugyanolyan sikersztorit fognak kovácsolni a fiatalok körében, mint amilyet csináltak a cigarettával. Tehát Marlboro Man és társai azért ott munkálkodnak még ma is az emberek tudatában. Hát igen. Az egy orbitális nagy ballépés lenne, hogyha az EU-s dolgok odáig vezetnének, hogy aztán szépen az eldobható e-cigikkel bemasíroznak győztesen a dohánycégeket. Hát az egy pofon lenne mindennek. Mit csinálna az egészből? Igen, mert akkor már meg lenne a fölhatalmazásuk rá például, hogy mondjuk a nikotinmentesre azt mondhassák, amire egyébként mi önmagában az eszközre 18 év alattiaknak önszabályozóan tiltást vezettünk be, de egy dohánycég simán mondhatja, hogy de ezt nyugodtan adhatom 18 év alattiaknak is, nincs benne semmi. Mint ahogy ez egyébként nyugaton már egy-két helyen így van. Tehát kint Angliában dolgoznak a lányaim, ott az Electric Sisa, ami egy ilyen nikotinmentes, valamilyen gyümölcsös ízesítésű e-cigaretta tulajdonképpen, az rettentően népszerű lett a fiatalok körében. Tehát nem biztos, hogy nekünk jót tenne egy ilyen dohány szabályozás alá való bevonás.
Hát igen, ez az a vicc, hogy mindenféle vélt félelmekből kiindulva igazából odáig csűrik, csavarják a jogszabályokat, hogy a végén pont azokat lúgozzák ki a piacról, akiknek van némi lelkiismerete ebben az ügyben, tehát azokat, akik maguk is elektromos cigaretta használók, és aztán boltot csinálnak, stb. Stb. És van közük hozzá, tehát van egy küldetéstudatuk, és van egy felelősségtudatuk az egész dologgal szemben, és a végén tényleg addig csűrik, csavarják, hogy a végén maradnak a gyógyszergyárak, meg a dohánygyárak, akik egyáltalán labdába rúghatnak itt, és ők pedig rohadtul a lelkiismeretükről voltuk mindig is híresek. Igen, igen, igen. Tehát én megmondom őszintén, hogy sokkal jobb kezekben látom most az e-cigarettát úgy, hogy a felhasználók szabályozzák ezt a piacot, és a piacon jelenlévő kereskedők a kereslet-kínálat elve, egyszerű elve alapján, és betartják azokat a történeteket, amiket maguk elé tűztek, mint hogyha ebből tényleg egy nagy dömping lenne. Már pedig előbb-utóbb egyébként sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az e-cigaretta ilyen szempontból sikerre van ítélve. Hát pláne, hogyha bocsánat, hogy közbeszóltam, hogy ha belegondolunk, hogy honnan indult, és mennyi idő alatt hova jutott el ez az egész, hiszen most bárhogy köthetünk erre az e-health, meg hasonló szemét minőségű cigarettára, hát mindenkit azért csak az indított el már ott, meg fogalmazódott az emberekben, hogy kéne valami alternatíva, és gyakorlatilag a piac az együtt nőtt, vagy nő föl velünk, egy picit most belassult a fejlődés, de úgy gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy eljutottunk idáig, itt nem fog megállni sem a forgalmazó, sem az a fejlesztő, aki mindig ugyanúgy, mint autóból jobbat, szebbet akar készíteni, hiszen piacgazdaságban élünk, ők is abból élnek, hogy vágyat ébresztenek bennünk, és eladják a terméket, mert ez nagyobb gőzt ad, mert ez jobb ízeket ad, mert annak a likvidnek jobb az íze, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát ezt sorolni lehetne naphosszat. Most belenéztek, hogy mi van a kezetekben, látjátok, hogy nem az, amivel elindultatok, és azt hiszitek most, hogy én legalábbis azt gondolom, hogy most az a legjobb, ami nálam van, és ez biztosan változni fog az elkövetkezendő egy évben is akár. És hallom, hogy most is éppen valaki szívja, mert jó. Jónak tűnik. Nekem egyébként a legnagyobb félelem, tehát két nagy félelmem van. Ugye egy a dohánycégek, akik majd dömping-szerűen ezt elterjesztik, jól elterjesztik mindenhol. A másik a gyógyszergyártók, akik meg majd jól belekeverik azokat az anyagokat a likvidbe, amitől te meg jól rá fogsz szokni. Mert most a likvidben nincsen például felszívódás gyorsító anyag. Ezt akartam az előbb kérdezni, hogy konkrétan azért mondjuk el, hogy a mai cigarettákban általánosan felhasznált anyag a tehén. Abból állítják elő az egyik felszívódás gyorsító anyagot. Az amerikai farmerek áttértek egy olyan marhatenyésztési módszerre, ahol a tehénhúgyot gyűjtik. És ez nem vicc. Tehát az ember azt gondolna, hogy ilyen nincsen, de hát az ammóniát onnan a legkönnyebb előállítani. Ennyi. És mi ezt szívjuk. A másik ugye az ízesítés. Na várjál, most akartam igen én is mondani, hogy megint dohányzol. Nem. Csak ezt dohányosoknak szoktam ecsetelni. Tehát a 100 évvel ezelőtti dohány előállítás, amikor a fermentálás volt az utolsó története a dohány előállításnak, és utána vágták, és kihagyták a főereket, az már rég nem igaz. Tehát a dohányt az utolsó szögig felhasználják, mellesleg ugye abból a dohányból nyerik még mindig azt a nikotint, ami a mi likvidünkben is van. Csak a mi likvidünkben nincsenek meg azok az ordas kiegészítők, amitől erre kvázi rá lehet szokni.
Fú, én még a nikotinos témához akartam valamit mondani, és el fogom felejteni, hogy, mint ex-dohányos is, tehát így az ember naivan azt gondolná, hogy ha már valaki dohányzik néhány éve, akkor legalább minimálisan tisztában van azzal, hogy, mit iszik magába, és hogy igazából abból a néhány száz anyagból, ami felszabadul égés közben, a nikotin az egyetlen igazából, amitől nem nagyon kellene mit félni, és mégis megmarad ez a butaság, hogy jaj, hát ha abban nikotin van, akkor az ugyanolyan káros, mint amit az előtte is mondtál példának, hogy elképesztő, hogy mennyire alulinformáltak azok az emberek, akik használják a dohánytermékeket. Ez az, amit mondtam nektek az előbb is, hogy nekem egyből leszegezték, de hát a nikotin rákkeltő, nem? És erre mikor jön a válasz, hogy kicsi srác, nem. Akkor így picit így ledermed. Én nem vagyok meggyőzve, tehát hogyha elképzeled mondjuk a tengerparton szundikáló tarisznyarákokat, és nyakon zúdítod őket egy vödör nikotinnal, szerintem fölkelti őket, de rossz hitsz, elnézést. Nem, hát gondolkoztam egy picit, hogy most mi hova beszél? Akarok kilukadni? Mi van a tarisznyarákokkal? Liquid? Úgy mondom, ez biztos rákkeltő. Ja, nikotin az volt növényvédőszer is valamikor, és az a nikotin, amit a növényvédőszerként használtak akkor, tehát az akkora töménység volt, hogy az vezethetett balesetekhez egy csöpögő permetezővel. Na de mi se nem permetezővel nem járunk, se nem használunk akkora töménységű nikotint, és a nikotinnak megvan az a jó tulajdonsága, hogy kettő óra alatt feleződik, illetve a dohányosnak megvan az a másik jó tulajdonsága, hogy annyit szív, amennyire szüksége van. Tehát ha kezdi érezni, hogy ez már nem jó, akkor tudat alatt is fogod, azt leteszed. Nem szívod tovább. De telítődnek a receptorok, és nem így van, tovább. Így van. Egyébként meg ugye, hogyha nem lenne a természetes táplálékunkban nikotin, akkor nem lenne nikotin receptorunk se, tehát valahol a nikotin az a biológiai rendszerünkbe be van építve. Ha tetszik, ha nem. Tehát ez ingoványos talaj, azért, mert sokféle egyéb receptor is van az agyban. Jó, de notórius paradicsomfogyasztókat sem üldözik, tehát azért nyilván ez egy kisarkított dolog, de ennyi. Tehát én azt gondolom egyébként, hogy az e-cigaretta az egy intelligens választás, illetve egy intelligens válasz az e-cigarettázók részéről, és hát ne menjünk bele ilyen statisztikákba, de valószínű, hogy azért ehhez kell valamiféle olyan elhatározás, ami mondjuk másban nincs meg, hogy akkor én most nem fogok hónaptól dohányozni, hanem inkább az e-cigarettát választom. Hát meg egy próba igazából, ha más nem, ha magát nem is tudja meggyőzni pusztán logikus érvekkel, mert azért mindannyian dohányoztunk, úgyhogy tudjuk, hogy pontosan tisztában vagyunk vele, hogy minden egyes elszívott száz cigaretta milyen úton terelget minket előre, és mindezek ellenére nem baromi nehéz otthagyni az egész történetet. És hogyha pusztán ilyen alapon nem tud az ember elhatározásra jutni, ki kell próbálni. Én a legtöbb ember, aki kipróbálta az én eszközömet, és dohányos volt, az általában egy ilyen teljesen elképett arc volt az első reakció, hogy basszus, ez tök jó. Mert hogy itt alapvetően hitetlenkednek, hogy hogy vízgőz, vízpára, hogyan lehetne ez ugyanolyan, mint a bagózás, aztán találkoznak egy jó minőségű eszközzel, és csak kamilláznak, hogy bakker, ez mégsem olyan hülyeség. Igen, és a másik, amit az e-cigarettáról gondolok, hogy egy közösségi szer, olyan szempontból, hogy mindenféleképpen ugye egy közösségben kell lesz neked megélned, ahol támogatnak, ahol megmutatják, hogy mit hogyan, és tanácsot adnak, és fogják a kezed, amíg önálló nem vagy ezen az úton, és majd te fogsz nekik mutogatni a végén jobbnál jobb dolgokat. De ez mindenféleképpen ma még nálunk egy közösségi dolog, és ezért is jó szerintem, hogy van a fórum, hogy vannak a Facebook csoportok, hogy ezer helyen tudsz kérdezni, utána járni, utána nézni,
és egy lelkes és jó csapat tagja lehetsz. Hát annyit azért hozzáfűznék a dologhoz, hogy szerintem attól függetlenül, hogy ez egy jó dolog így, hogy ennyiféle helyen tud az ember kérdezni, azért benne van az a hátrány is, hogy annyira szétdarabolódik, fragmentálódik az az egész dolog, hogy nem biztos, hogy a jó embertől jó helyen kérdezel, illetve annyira szerteágazó lesz azoknak a platformoknak a feltalálhatósága, hogy az új az vagy nem találja meg, vagy rossz helyen találja meg rossz embert, már idézőjelbe véve a rossz, vagy téve a rossz embert, de nem biztos, hogy szerintem ez feltétlenül jó irány, de hát majd eldönti az idő, hogy mi lesz a jövő. Szerintem van ennek egy egyszerű megközelítése is, mert ha valaki úgy áll át a cigire, hogy vannak már vaper barátai, akkor az úgy baromi könnyű. Valóban információbázis találni nem nehéz, de így ismeretlenségből beleugrani azért az ember, ne agyisten félszeg, nem mer kérdezni, stb. Egy nagyon fontos útja szerintem ennek az, hogy jó forgalmazót találjon meg az ember, és ne az aluljáróba vegyen, hogy hívják ott, elhelszed, hanem szánja rá az időt, és keressen tényleg egy igényes forgalmazót, aki aztán el fogja neki mondani, mert igazából sok esetben szerintem ő az első, akivel találkozik, és információt tud tőle beszerezni. És egy jó forgalmazónál vásárolt első szettel igazából nagyon nagy forral lehet indulni ahhoz képest, hogy az ember csak rendel egyet, és aztán majd meglátja, hogy mi lesz. Na akkor megint jön a reklám helyett. Ta-da-da-dám! Ezért örülök annak, hogy az Egyesület annak idején, nem is tudom, ki adta azt a fölhívását, hogy ezek a úgynevezett kerekasztalok megalakuljanak. Mert szerintem az egyik legjobb módja ennek a történetnek az, hogyha megnézi a megyeszékhelyén, mikor van kerekasztal találkozó. Oda mindig minden érdeklődőt nagyon szívesen, nagy szeretettel várnak, végig kóstolhatja az egész repertoárt, beszélgethet olyanokkal, akik már esetleg évek óta használják ezt az eszközt, és majd az a társaság, amelyik a legközelebb van hozzá, az segíteni fog neki mindenben. Tehát ez is egy járható út. Hát Pesten meg rengeteg helyen be tud menni egy boltba, és ott... Ez pont meg is van akkor ennek a pilot podcastnek a címe, amit szerintem elég találó lesz, az összefogás. Másról sem szól a történet. Egyébként én lepődtem meg a legjobban, nem gondoltam volna, hogy ez lesz, de most is a legutóbbi kerekasztalon, ami Pesten volt, ott is találkoztam olyan emberrel, aki még nagyon friss volt ebben a világban, és pont egy asztalnál ültünk, beszélgettünk egy kicsit, te is, Fifika, ott voltál, szagolgatta, igen, ízlelgette, neki még ez új, de nagyon érdekli, és tehát nem mai csirke volt, tehát ez nem arról szólt, hogy lejött egy 18 éves srác, szerintem az 50-es hát éveit taposta. Korombeli 50-60 között, igen. Igen, és azért is mondom, hogy egyrészt a közösségnek, az e-cigarettás közösségnek nagyon nagy a felelőssége. Tehát az, hogy egy első lépéseit megtevő emberrel hogyan bánik a közösség, az utána egy életre meghatározza azt, hogy ő e-cigarettázni fog, vagy hagyja a picsába az egészet, mert ezek hülyék meg ezért. Nagyon vigyáznunk kell azzal, hogy kifelé milyen a kommunikációnk, nagyon vigyáznunk kell azzal, hogy a csoportok hogyan fogadják a frissen érkezőket. Tehát én most kérek egyébként arra mindenkit, hogy mindenféle viszály elkerülése véget tényleg nagyon-nagyon szőrmentén bánjunk a kezdőkkel, mert egy életre elriaszthatjuk őket az e-cigarettától, és annak már viszont felelőssége van. Én megmondom őszintén, a dohányosokért
önmagukban nem érzek felelősséget. Tehát ha képtelen az első lépésre valaki, akkor az úgy fog maradni. Tehát én nem fogom kiverni a cigarettát a szájából. Ez nem... Nem akarok közbeszólni, de inkább egy utána szólok hozzá. Nyugodtan szólja. Én 2,5 éve elcigizem, és egy teljesen vakméletlen miatt kezdtem el elcigizni. Tehát én nem akartam elcigizni, a párom akart elkezdeni elcigizni. És pusztán ezért keveredtem össze ezzel az egészen. Ez nem annyira vak véletlen, mert azért akkor a párodnak volt hozzá szeme. Volt, de hogy alapvetően nekem semmiféle indítatásom nem volt rá. Én tök jól el voltam a napi 4 doboz cigimmel, és azzal a tudattal. Mennyivel? 4 doboz. De milyen cigaretta? Fehér szói. Na mondjuk abból se kevés. Én pusztán azért szívtam fehér szét, és majd sípoljuk ki a márka neveket, mert hogyha zsírán szívtam volna, abból is legalább 4 dobozzal elszívtam volna egy nap, úgyhogy kizárólag tudatosan lőttem ki be a leggyengébbet, hogy így minimalizáljam a kockázatot. Figyelj meg, Krisztián, aludtál valamikor? Persze, egész nap lógott a számba a bagó. A 4 doboz az a nyugodt napi 4 doboz volt, ha este program volt, akkor az 6 hétig is fölment. Ne idegesíts már. Mondtam, én nem sziasztok, tudom, elmegyek sörözni, veszek egy karton cigit. Atya úristen. Ez konkrétan így nézett ki, szombati ilyen kis baráti kártya összejöveteleken, amikor mit tudom én, ilyen szombat este 7-8 magasságában már úgy nagyjából 3 dobozon túl voltam. Az első fél doboz az természetesen az ébredés utáni kávé mellett tűnt el. Tehát ilyen este 7-8 magasságában, 3 doboz után megérkeztem a baráti kártyapartira, és letettem még 4 doboz cigit az asztalra, hogy az talán elég lesz hajnali. ez ilyen volt. Egy kis csöndet kérek. Atya, Úr, Isten. Köszönöm szépen. Igen, én abszolút ilyen posterboy tudok lenni ez ügyben, mert keresjük az embert, aki még nálam is elvetemültebb dohányos. Nekem volt egyébként egy cimborám, mi úgy vásároltunk mindig, hogy a testvériséget szem előtt tartva mindig ugyanazt vettük, mindig ugyanolyat, mindig ugyanannyit. Csak cigarettából nem szívtunk ugyanannyit, nekem 1 doboz volt a napi limitem. Ő azért 2 sötétkék vagy mi a túrót, azt lazán eldurrantott egy nap, és ő mentalitásra is az az ember, aki hát majd figyelj már, még készülődjünk egy picit össze, meg hát majd most még ne, majd legközelebb ezt megcsináljuk, na és akkor, hát mivel én ismerem már 10 éve, amikor megvettem a kezdőszettet, mert ő Békés Csaba környékén lakik, én ugye itt Pesten fönt megvettem mindenből 2-t, hazajöttem, én már akkor előtte ilyen leszoktató kampány jelleggel valami kerámiás történetet szívtam, ami mellett pont jó volt a cigi, de utána jött nekem az erős kezdés, mert akkor az még nagyon menő volt, egy Z-Max-szal nyitottunk rögtön, meg valami nagyon menő Vivinovával, és megtöltöttem a sajátomat, én már szívtam, nekem nagyon bejött, és a srác talán egy hétre rájött hozzám a cuccért, és én erre már felkészültem, hogy neki milyen a mentalitása, én neki már betöltöttem, beállítottam, tehát gyakorlatilag már csak nyomni kellett. És megjött, az volt az első, neki mondtam, hogy Csabikám, itt van, akkor most előtted a feladat, előtte még ő elszívná az utolsót, nem, az üzembe kell még helyezni, nem kell, már minden el van intézve. Kimentünk a teraszra, és az volt az a pillanat, amikor ő elkezdte szívni, és akkor, nem tudom, nálatok is volt, nálam is volt egy ilyen időszak, hogy na milyen lehet most így egy hónap után az igazi, tehát az analóg cigi. És ő is mondogatta, mondom, figyelj, nehogy az legyen benned, hogy így befeszülsz tőle, hogy valaki azt mondja neked, hogy nem. Tudod mit? Próbáld ki, de ne egy hét után, próbáld ki egy hónap, 2 hónap után. És mikor eljött az a pillanat, hogy mondtam neki, hogy na Csabikám, mi a helyzet? Kipróbálod? Nem. Hát őt már nem is érdekli. Tehát azt mondja, hogy annyira kielégíti neki, ugye ő 18-assal kezdett, és attól függetlenül, hogy ő is milyen erőseket szívott, most lement 12-re, és most jött el az a pillanat, hogy mondta, hogy akkor most vegyük lejjebb 9-re. Tehát ezt senki nem tudja nekem megmagyarázni, hogy nincs a leszokásban segítő ereje. És pont ő az élő példa arra, aki tényleg
egyszerűbb a cigit meggyújtani, elhiszem. Neki is egyszerűbb lett volna. És azóta, több mint másfél éve, egy büdös cigit sem. Nekem is ott van a kocsiba valami oknál fogva, talán egyszer lemerült az aksim, és voltam olyan lúzer, hogy nem volt a munkahelyemen plusz töltő, meg aksise. És akkor kiszaladtam a benzinkútra, egy doboz cigi hadd szóljon, és egész éjszaka 300 cigit tudtam elszívni, és éreztem tényleg azt, amit mindenki mondott, csak sose akartam elhinni, hogy borzasztó füsti íz, az éget ízt érzi az ember, amit azt hittél te is, meg én is, hogy az a dohány, de nem, az nem a dohány, az éget papír, meg az adalékok, meg a mit tudom is én, micsoda. A jó kis kátrány. Az. És akkor volt, az még mindig ott van a kocsiba, ott szárad szerintem a csomagtartóba, de érdekes mód nem kívánja az ember akkor se, hogyha volt olyan, hogy itthon hagytam az elektromos cigit, de most már nincsenek azok a görcsös dolgok, hogy tudod, mikor valamit otthon hagysz, és akkor csak azért is már azt látod, csak hogy hol van trafik, hova tudnál menni, hol tudnád beszerezni azt, amit otthon hagytál, tehát M plusz egyszer volt már olyan, hogy elmentem valóban, nem vittem magammal az e-cigit, mert nagy, meg elfelejtettem, és nem volt belőle semmi feszülés, hogy... Ez egy nagyon érdekes, akkor ezek szerint nem vagyok vele egyedül, hogy én is ezt mostanában kezdtem el megfigyelgetni magamon, hogy a nikotin függőség az egy teljes mértékben átalakul ezekkel a szerkezetekkel, és dohányosként nem tudtam volna elképzelni nyilván az előbb elmesélt mennyiségek után kiváltként nem, hogy akár 10 percre úgy maradjak, hogy nincsen nálam bagó, és akkor azonnal valahogy meg kell oldani ezt a történetet. Az e-cigivel meg úgy vagyok, hogy mostanában azt vettem észre, hogy ha megyek bevásárolni, nem viszem magammal, mert hideg van, és lusta vagyok előhúzni a kezemet, hogyha utazni kell valahova, akkor egy repülőutas tortúrát, másfél-két órát zokszó nélkül kibír az ember. Tehát ilyen 2-3-4 órát úgy el van az ember, anélkül, hogy használnak is eszközét, hogy föl se tűnik. Tehát ez a görcsös kényszer, amit te is mondtál, ez itt teljesen eltűnik az ember életéből. Igen, azt mondjuk én úgy szoktam elmesélni a dohányosnak, hogy mi a különbség a cigarettázás meg az e-cigarettázás között. Egy reggeli cigaretta, arra mindenki emlékszik, hogyha 12 órát aludt, fölkelt, elszívt az első cigarettát, az volt a fejbevágós történet. Így van? Igen. Elszívtad, és akkor így bezsibbadtál. Itt reggel fölkelsz, fogod a kis kuzimododat rajta, izél a Russian 91%, beeresztesz egy akkora gőzt, hogy a gőzmozdony sírva fakad, és nem vág fejbe. Nincs az a... Más a felszívódásnak a metódusa és a nikotin, amit magadhoz vesz. Egyébként ugye a másik történet meg az, hogy a negyedik nap nekem nem lett volna ilyen nikotin hiányom, hogyha az e-cigaretta ugyanazt a mennyiséget ugyanúgy, ugyanolyan ütősen be tudta volna vinni, mint a sima cigaretta. Tehát ez biztos, hogy ez egy egészen más fajta mechanizmus. Itt csak a nyálkahártyán keresztül szívódik föl valamennyi nikotin, de ebben se vagyok annyira biztos, hogy ugyanazt a mennyiséget magamhoz tudom venni, mint cigarettával. Hát a Farsalinos dokinak volt egy tanulmánya ez ügyben, amiben úgy jöttek ki a számok nagyjából, hogy hasonló erősségre belőtt e-cigit és cigarettát hasonlítgattak össze, hogy fél óráig kell szívni egyfolytában az e-cigit, hogy egy olyan vérnikotin szintet érjél el, mint egy szál cigarettával. Hogy innen és kezdve... milyen likviddel? Ezt most meg nem mondom neked, de hogy nagyjából úgy volt belőve, hogy a nikotin erősség stimmeljen a cigéhez. Tehát a 30-as szorzó. Tehát ez a 30-as szorzó, igen. Nagyjából. Ez mindig is izgatta a fantáziámat egyébként, hogy az e-cigaretta, tehát én azt gondolom, hogy sokkal többet képzelnek mögé, mint ami van igazából ebben a dologban, és biztos vagyok benne, hogy töredéke az, ami felszívódik. Amikor én átszoktam, tehát teljesen letettem a cigarettát, akkor pont egy Evik volt a készülékem, ami ugye slug számlálós, és még a számítógépre le is tudom tölteni, hogy adott napon mennyit szívtam. Az első 4 nap átlaga 800 slug per nap volt.
Azt kiszorzod ugye azzal a hülye adattal, hogy 12 slukk egy cigaretta, akkor az hány doboz ciginek felelt volna meg egyébként. Igen. De így, hogy most mondod, a fél óra meg az egy szál, az teljesen, teljesen korrekt. Így kijön, igen, így kijön rendesen. Egyébként ijesztő szám lenne, hogyha egy az egybe próbálnád átváltani. Igen. Na, szerintem viszont ezzel pont megágyaztunk a következő adásnak, ahol majd akár erről is beszélhetünk, hogy ki mennyit és hogyan számoljunk. Én annyit szeretnék így zárszóként hozzátenni még a történethez, hogy szerintem tartalmas beszélgetés volt. Arra szeretnék mindenkit kérni, hogy miután ezt közzétettük, még utána nézzünk egész pontosan, hogy androidos eszközökre hogyan lehet implementálni ezt a podcastet. Ennek is biztos megvan a nagyon egyszerű módja. Nekem sajnos ilyen eszközeim nincsenek. Az viszont biztos, hogy az iTunes Store-ba a podcastet föl fogjuk tölteni, tehát aki ott feliratkozik rá, az automatikusan meg fogja a friss tartalmat automatikusan kapni a készülékére. Arra szeretnélek én, illetve mi biztatni titeket, kedves hallgatók, hogyha kérdésetek merülne föl, vagy olyan téma, amit szeretnétek, hogy érintsünk, akkor azt a bejegyzés alatt, ahol közé fogjuk tenni a weboldalon, tehát az elcigitesztek.hu-n a podcastet, oda írjátok be, tehát egy, gyakorlatilag azt hiszem, hogy 2 perces regisztráció sem kell előtte, ez is csak azért, hogy mindenféle spamek ne írjanak az oldalra, viszont akkor tudnánk, hogy érdekel benneteket a téma, és azt is tudnánk, hogy mi az, ami még érdekel titeket, érintve itt akár eszközöket, vagy hatástanulmányokat, vagy olyat, amivel mi nap, mint nap foglalkozunk, és minket érdekel, és nekünk egyértelmű, de nektek annyira nem. Úgyhogy mindenkit bátran felszólítok arra, hogy ott kommenteljenek, vagy keressenek akár mondjuk az infókukat elcégítesztem keresztül engem, és akkor én a Krisztiánnal és a Fifikával egyeztetve átbeszélem, hogy mi lehetne a következő adás témája. Megköszönöm mindenkinek, elsősorban Krisztiánnak és az elnök úrnak, hogy elbeszélgettünk ilyen jól erről a témáról. Szerintem még nagyon sokáig tudnánk folytatni. Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk. Köszönjük szépen, igen. Folytatjuk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.